Megdöbbentő számadatok, 32 millió szál illegális cigaretta, ennyit foglaltak le az észak-alföldi régióban csak az első fél évben. Folyamatos az írtás, országos szúnyoginváziótól tartanak a szakemberek, az utóbbi hetek csapadékos időjárása ugyanis kedvezett a lárvatenyésző helyek kialakulásának. Biztonságosabb utazási irodával, az utazás szervezők ugyanis garanciát vállalnak az utaztatásra, a szálláshelyek minőségére, erre hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédelem. 32 millió szál illegális cigaretta. Ennyit foglaltak le az észak-alföldi régióban csak az első fél évben. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A szám megdöbbentő, hiszen a tavalyi év azonos időszakában mindössze 18 millió szál cigarettára bukkantak a pénzügyőrök és pénzügyi nyomozók. Az illegális cigaretta mennyiség közel 90%-át térségünkben foglalják le. Az észak-alföldi régióban csempészik a legtöbb cigarettát az országban, összesen 137 kilométeres határszakasz, uniós külső és magyar-ukrán területek. Szinte nincs olyan nap, amikor ne találnának a pénzügyőrök és pénzügyi nyomozók csempészett cigarettát. 2015 első fél évében 18 millió szál cigarettát foglaltunk le, mintegy 760 millió forint értékbe. Ezzel szemben 2016 első fél évében majdnem megdupláztuk ezt a mennyiséget, 32 millió szállat foglaltunk le, mintegy 1,6 milliárd forint értékben. A pénzügyőröknek és pénzügyi nyomozóknak sok a feladatuk, hiszen az illegális cigaretta mennyiség közel 90%-át az észak-alföldi régióban foglalják le. Lengyelországból érkezett hozzánk egy kamion Szlovákián keresztül. A hivatalos dokumentumok alapján Romániába tartott, nagyon mennyiségű cigarettát szállított. A macedón vámszervek részéről megtörtént a kamion, illetőleg az árunak a visszaigazolása. Ez azt jelenti, hogy a macedón vámszervek azt igazolták, hogy elhagyta az Európai Unió területét. Ezzel szemben azonban a Kálmánházi térségben, az M3-as autópálya Kálmánházi térségében vesztegelt az autó, miután megindult Budapest irányába, a pénzügynyomozó kollégáim meglepték a két lengyel sofőrt, akiktől a több mint fél milliárd forint értékű cigarettán túl a 10 millió forintot érő kamiont is lefoglalták. Ez a jármű a papírok szerint több raklap víztisztítót szállított Romániából, a valós rakomány azonban ennél sokkal értékesebb volt, 425 ezer doboz megközelítőleg fél milliárd forint értékű adózatlan cigarettát rejtett a raktér, azonban nem csak cigarettát foglalnak le egyes ellenőrzésekkor. Az elmúlt időszakban többek között 15 tonna dohánylevél is fennakadt a rostán, év elején egy korábbi büntetőügyben lefoglalt mobiltelefon, illetve az azon talált videófelvétel vezette nyomra a pénzügyi nyomozókat. Országos szúnyoginváziótól tartanak a szakemberek, az utóbbi hetek csapadékos időjárása ugyanis kedvezett a lárvatenyészőhelyek kialakulásának. Országszerte már több mint egy hónapja írtják a szúnyogokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a hét végéig minden települést lepermeteznek. Ilyen repülőgépekről szórják szét a kizárólag ízeltlábúakra veszélyes permet szert a megyében, összesen közel 12 ezer hektárnyi területen. A szúnyogok a petarakást követően néhány héten belül kikelnek, ezért a szakemberek arra számítanak, hogy július végén, augusztus elején indulhat egy jelentősebb szúnyoginvázió. Ahogy mindannyian láthattuk az utóbbi időben, rengeteg csapadék esett, és tudnunk kell azt, hogy a szúnyogok azok nem annyira a élővizekben, illetve az üdeélővizekben szaporodnak, hanem pangóvizek, pocsolyák, keréknyomok, morotvák, kubikgödrök, ezek a kedvenc helyeik. A nőstények ezekre a vízfelszínekre rakják le a petéjéket kisebb csomókban, 53-100-as csomókban. Ezekből a csomókból néhány nap alatt kialakulnak a lárvák, akik szintén a vízfelszínen élnek, és egy kis légcsövön keresztül vesznek levegőt. Nagyon rövid idő alatt, néhány nap múlva bebábozódnak, és a bebábozódás után szintén néhány nappal, 5-7 nap múlva kikelnek az új egyedek, tehát rendkívül gyors a szaporodási ciklusuk. A katasztrófavédelem munkatársai országszerte már hetek óta végzik a szúnyoggyérítést. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a hét elején kezdték, és péntekig be is fejezik a repülőgépes és a földszíni permetezést.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ezen a héten, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken is több településen lesz szúnyoggyérítés. Ez azt jelenti, hogy összesen 11.945 hektáron légi kémiai úton gyérítik majd a szúnyogokat, és 2.460 hektáron pedig földi kémiai úton gyérítik majd a vérszívók számát. A megyei légi permetezést végző cég vezetője televíziónknak azt mondta, esténként mindössze néhány percre zavarják egy-egy település lakosságát az alacsonyan szálló ankettesek. Mivel mélykőműlő technológiát alkalmazunk, ezért napnyugta előtt egy órával lehet elkezdeni. Azt jelenti, hogy este 7 óra után kezdjük el, és 4-9-ig be kell fejezni ezt, és sötétbe fogunk hazajönni. A kiszórt permetszer nem veszélyes sem emberre, sem a melegvérűekre, így a házi kedvencek és a haszonállatok is biztonságban vannak a permetezés ideje alatt. Biztonságosabb utazási irodán keresztül nyaralni. Az utazás szervezők ugyanis garanciát vállalnak az utaztatásra, a szálláshelyek minőségére. Erre hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédelem. A PTK szabályozza az utazás szerződést, és itt is érvényesül az elállás joga. A minőségi kifogások pedig a békéltető testület elé vihetők. Szálláskeresés az interneten, néhány kattintással az úti cél és a szálláshelyek is fellelhetők, ugyanazokon az oldalakon. A foglalások 80%-a neten történik, sok a kifogás, és nem árt vigyázni az online foglalással, mert a szálláshely közvetítő oldalak garanciát nem vállalnak a szálláshelyek minőségéért. Az utazási irodák viszont kötelezettek az utas teljes körű tájékoztatására, biztosítására, és mellőzik a netes foglalásokat. Jó pár évvel ezelőtt áttértünk arra, hogy csak szállásfoglalás esetében is megbízható partnerekkel dolgozunk, akiktől fix visszaigazolásokat kapunk, illetve akikhez tudunk fordulni bármilyen problémánk, hogyha van. Hál' Istennek az utóbbi időben nem volt. Az utazásszervezők végigkövetik a nyaralásunkat. Felhívjuk arra a figyelmét az utasnak, hogy az adott szállás hol helyezkedik el, mennyire van a parttól, nagyjából valószínűleg milyen lesz az ellátás, illetve hogy az ár tartalmaz-e például útlemondási biztosítást. Mert legtöbbször, hogyha egyénileg foglalunk, akkor útlemondási biztosítás nincs az árban, és ha valamiért vissza szeretnénk mondani baleset, betegség miatt az utat, akkor erre nincs lehetőségünk, a 100%-os bért bukjuk. Érdemes még utazás előtt a szállodával közvetlenül is felvenni a kapcsolatot. Ha a minőség kifogásolható, azt dokumentálni kell, le kell fotózni. Erről Görömbeiné dr. Balmasz Katalin, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület alelnöke beszélt a Minap 35 perc című műsorunkban. Az utazási szerződést a PTK szabályozza, el lehet állni a foglalástól. 60 nappal, ha elállunk, akkor semmiféle bánatpénzt, vagy kártérítést, vagy akármit nem kérhetnek tőlünk. Tehát itt az utazási szerződésről van szó. Ha olyan utazási szerződéstől állunk el, amiben szálláshelyet is foglaltunk, és ez 45 napon belül történik, akkor ott 10%-os bánatpénz a maximum, amit ki lehet kötni, de ezt előzetesen kell az utazási szerződés írásba foglalásakor, illetve ha csak sima szálláshely nélküli utazási szerződésről van szó, akkor ez az elállási lehetőség 35 nap. Az idén a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége kampányt is indított a szállodák hivatalos csillagbesorolásának, a Hotel Stars védjegy megismertetésére. Sok tekintetben hátrányt szenvednek azok a települések, ahol ellenzéki a polgármester, mondta Halmi József, az MSZP megyei alelnöke nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A politikus szerint az önhikés és a diákmunka pénzektől is elesnek azok a települések, ahol ellenzéki párthoz tartozó polgármester van. Halmi József emellett azt is kifogásolja, hogy nincs a megyei gazdáknak érdekképviselete. A gabonatermelők, Buza, Tikitáli, Árpa termelők felháborodva hívtak fel, hogy a felvásárlási ár az a befektetett tőkét se adja vissza. Egy nagyon bizonytalan a időjárás miatt a terméknek a sorsa, és közben azt mondják, hogy 0 forintért ingyen adják oda, mert ha kiszámolják, amit rátettek, pétisót, vetszert, munkát, őszóta, az nem jön vissza nekik egy 3000 forint körüli árnál, és a megy szezon után látjuk, hogy itt sincs érdekképviselet. 5 polgármester jelölt és 38 képviselő jelölt indul a demecseri időközi önkormányzati választáson július 31-én, miután a közel 4300 lelkes település testülete feloszlatta magát.
Balogh Róbert, Jobbikos polgármester jelölt mai sajtótájékoztatóján elmondta, célja többek között a munkahelyteremtés, a közmunkaprogram racionalizálása és a közbiztonság javítása mellett az, hogy Demecserből önfenntartó település váljon. Ennek megvalósításához a mezőgazdasági tevékenységet és a későbbiekben a feldolgozóipart erősíteni. Új munkahelyteremtéssel lehetőséget adni arra, hogy a fiatalok ne vándoroljanak el a településről, biztonságérzetet nyújtani nekik, és lehetőségeik a későbbiekben itt maradjanak, és egy jó, élhető település váljon Demecserből. Pályaválasztást segítő nyári tábort indította a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Kisvakond gyermektábor segítségével. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A Nyíregyháza Spartacus felkészülési mérkőzésen 2-0-ra legyőzte a Nyírbátort. A spari 10 napos abaújszántói edzőtáborozást követően több újonnan igazolt játékossal a soraiban lépett pályára. A nyírbátoriak is erősítettek, céljuk az NB3-as tagság megőrzése a következő szezonban. Érmekkel tértek haza a nyíregyházi úszók a korosztályos országos bajnokságokról. A Delfin korcsoportban Nagy Bence 200 gyorson szerzett bajnoki címet, a cápa korosztályban Cserfalvi Olaf 400 gyorson és 100 pillangón végzett az élen. Hadházi Dóra pedig az ifjúságiak és a serdülők között is ezüstérmet nyert a 100 méteres pillangóúszásban. Pályaválasztást segítő nyári tábort indította a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Kisvakond gyermektábor segítségével. A pályaorientáció a középiskolai felvételi előtt álló 7-es diákoknak nyújt segítséget. A nyári táborban idén közel 80-an vesznek részt, ők több szakmával is megismerkedhetnek a közös foglalkozásokon. A mai nap mindenki fog kapni egy kötényt, illetve mindenki majd kezet fog mosni, és utána egy napi süteményt fogunk elkészíteni. A reggeli eligazítás után megkezdődött a munka. A cukrászattal ismerkedhettek meg az általános iskolás diákok az egyik nyíregyházi cukrászdában. A megyei kereskedelmi és iparkamara pályaválasztás segítő nyári táborában több mesterséggel is megismerkedhetnek a tanulók. Ebben a cukrászdában dolgozik a Sipkai Barna középiskola egyik diákja is, jelenleg tanuló szerződéssel. Véleménye szerint sokat fejlődik gyakorlati helyén. Krémeket főztem előbb, masszázni is masszáztam, trüffelgolyó, ilyen díszeket csináltam most már, inkább tortákat készítek, süteményeket. A táborban közel 80 diák vesz részt, 6 héten keresztül 20 fős csoportokban érkeznek a különböző cégekhez. A pályaorientációs tábor a 7-es diákokat célozta meg, de sok 5-es és 6-os gyerek is érdeklődik. A szabadidős programokat a Kisvakond gyermektábor biztosítja számukra. Hát nekem tetszenek a programok, már tavaly is voltam itt, és nagyon tetszett. A közös tábor már több éves múltra tekint vissza. A diákok szabadidejükben olyan játékos programokon vehetnek részt, amelyek megmozgatják őket, így akár profi edző irányításával focizhatnak is. De más tematikus táborba is jelentkezhetnek a kisiskolások. Ilyen együttműködési megállapodásunk pedig más szervezetekkel is vannak. Például az elmúlt évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendőrfőkapitányság bűnmegelőzés osztályával volt. Azt is szerették a gyerekek, így első hallásra talán meglepő, de beszéltek például a gyerekeknek, az ott dolgozó kollégák a Facebook veszélyeiről, a mobiltelefonálás hátrányairól, és van még kapcsolatunk a rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályával is, ahol kerékpáros és motoros bemutatót szoktak tartani a táborunkban. Évente átlagosan közel 1100 gyermek keresi ezeket a lehetőségeket. A nyári tábor már 25 éve működik a megyeszékhelyen. A Nyíregyháza Spartacus felkészülési mérkőzésen 2-0-ra legyőzte a Nyírbátort. A spari 10 napos abaújszántói edzőtáborozást követően több újonnan igazolt játékossal a soraiban lépett pályára. A nyírbátoriak is erősítettek, céljuk az NB3-as tagság megőrzése a következő szezonban.
Tavaly még egy osztályban szerepelt a két csapat, amely a több éves hagyományhoz híven idén is megmérkőzött egymással a felkészülési időszakban. Az NB2-re készülő Sparihoz több új játékos is csatlakozott az elmúlt napokban, Dvorsák Gábor, Heffler Norbert és Tamási Zsolt Mezőkövesdről érkezett, Holdanf Gergő pedig Sopronból tette át a székhelyét Nyíregyházára. Mivel a jelenleg 24 játékos számláló keret jelentős része új igazolás, a 10 napos Abaújszántó edzőtáborban gyakorlatilag új csapatot kellett építenie Mátyus János vezetőedzőnek. Amely munkát elterveztem, azt meg is csináltuk. Hál' Istennek jó körülmények között tudtunk készülni, jó pályán, minden tervezett edzést megtartottunk. Egy ilyen csúszás volt a hétvégi meccsünk áttevődött hétfőre. Ezt is lejátszottuk összességében, remek munkát végeztünk szerintem, de még egyszer mondom, a puding próbálja az evés lesz majd. A nyírbátori csapat július elején kezdte a felkészülést, az első két hétben napi kettőt edzettek a játékosok. A tavalyi keretből távozott Vámos, Fülöp és Sós, helyükre a kapus Vasas Gergő, valamint Reznek Donát, Fülöp Roland és Hornyák Marcel érkezett, és még egy védővel, illetve egy támadóval tárgyal a klub vezetése. Az edző reményei szerint nem lesznek kiesési gondjai a nyírbátornak. Idén 5 kieső lesz, tehát ez még nehezebb lesz. Azt semmiképpen sem engedhetjük meg magunknak, hogy ugyanúgy beragadjon a csapat a rajtnál, mint tavaly. Szeretnék olyan csapatot építeni, ami akár dominálni is tud a mérkőzéseken, nem nekünk kell az ellenfelekhez alkalmazkodni, egy jó szellemi, jó társaságot építeni az öltözőbe, a fiatal játékosok mellett idősebb, rutinosabb játékosokkal kiegészülve, egy sokat futó, gyors, dinamikus, agresszív csapatot szeretnék. A mérkőzést Dvorsák és Rezes góljaival a nyíregyháziak nyerték 2-0-ra. A Spari szombaton Szolnokon lép pályára, majd az NB2 július 31-i nyitó fordulójában a Csákvárt fogadja Mátyus János együttese. A nyírbátoriak még a Cigánddal és a Nagyecseddel játszanak a bajnoki rajtig, amelyen augusztus 6-án Tiszaújvárosban vendégszerepelnek majd Márton István tanítványai. Érmekkel tértek haza a nyíregyházi úszók a korosztályos országos bajnokságokról. A Delfin korcsoportban Nagy Bence 200 gyorsan szerzett bajnoki címet, a cápa korosztályban Cserfalvi Olaf 400 gyorsan és 100 pillangón végzett az élen. Hadházi Dóra pedig az ifjúságiak és a serdülők között is ezüstérmet nyerte a 100 méteres pillangóúszásban. Úszásban a nyári időszakban rendezik meg az országos bajnokságokat, sorra követik egymást a korosztályos versenyek. A felnőtt bajnokságot az olimpia miatt a szokottnál korábban rendezték, azon a nyíregyházi Szurovcsák Ivett az 50 méteres mellúszásban szerzett ezüstérmet. A fiatalabbak közül is többen felállhattak a dobogó valamelyik fokára. Az ifjú bajnokság Hódmezővásárhelyen volt június végén, ott a 4 évvel fiatalabb Hadházi Dóri ezüstérmet nyert 100 pillangón, megjavítva ezzel a saját országos csúcsát. Illetve a legutóbb a serdülők bajnoksága volt Egerben, ahol a minden idők legnagyobb csapatával vettünk részt, 19 úszó teljesítette a szinteket. Ott is éremmel tudtunk hazajönni, szintén Hadházi Dóra 100 pillangón tovább javította az országos csúcsát, ez is térmes lett. És kiemelnénk még a férfiak 100 pillangóján a Ónodi Gyuszit, aki 59-3-ra javított, amire a nyíregyházi úszás példájában nem volt példa, hogy férfi úszónk percen belül tudjon pillangózni. Jelenleg is zajlik a cápa bajnokság fenn a Tüskecsarnok úszodájában Budapest. Tegnap már volt egy versenynap, Cserfalvi Olafot tudom kiemelni, aki 400 méter gyorsan és 100 pillangon bajnok lett a 2004-esek kategóriájában. A jövő hét végén Miskolcon rendezik meg a gyermekbajnokságot, amelyen 14 nyíregyházi úszó áll majd rajtkőre. A hosszú távúszó Kis Anasztázia éremmel szeretne hazatérni a Kemény Dénes sportuszodából. Indulok 400-800 gyorsúszáson, 400-200 vegyes, meg 100-200 gyorsan is. A 400 és 800 gyorsan szeretnék dobogós helyezést elérni, egy harmadik helyet vagy nem tudom. A többi számban pedig megpróbálom magamból kihozni a legtöbbet. A gyermekbajnoksággal véget ér a versenyszezon. Az úszók augusztus végéig pihenőt kapnak, aztán elkezdődik a felkészülés a fedett pályás időszakra. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 32 millió szál illegális cigaretta, ennyit foglaltak le az észak-alföldi régióban csak az első fél évben. A szám megdöbbentő, hiszen a tavalyi év azonos időszakában mindössze 18 millió szál cigarettára bukkantak a pénzügyőrök és pénzügyi nyomozók. Az illegális cigaretta mennyiség közel 90%-át térségünkben foglalják le.
Országos szúnyoginváziótól tartanak a szakemberek, az utóbbi hetek csapadékos időjárása ugyanis kedvezett a lárva tenyésző helyek kialakulásának. Országszerte már több mint egy hónapja írtják a szúnyogokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a hétvégéig minden települést lepermeteznek. Biztonságosabb utazási irodán keresztül nyaralni. Az utazás szervezők ugyanis garanciát vállalnak az utaztatásra, a szálláshelyek minőségére. Erre hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédelem. A PTK szabályozza az utazás szerződést, és itt is érvényesül az elállás joga. A minőségi kifogások pedig a békéltető testület elé vihetők. A Kölcsei Televízió híradóját látták július 21-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Péntek estig a Kárpát-medence fölé 1-2 fokkal melegebb labilis léghullámok érkeznek. Éjjel változóan felhős idő várható, 1-1 zápor előfordulhat, a változó irányú szél helyenként megélénkül, reggel általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, de általában több-kevesebb napsütés is várható, szorványosan számítani kell záporesőre, zivatarra. A változó irányú szél helyenként megélénkül, de zivatar környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő egy hét során is meleg nyári időre van kilátás, hazánk nagy részén 30 fok körüli csúcshőmérséklettel. Általában napos idő lesz, gomoly felhőkkel, helyenként kialakuló záporokkal, zivatarokkal. A zivatarok térségében átmenetileg megerősödik, időnként viharossá fokozódhat a szél.